Köszönöm szépen a szót, elnök úr! Tisztelt államtitkár úr, meglehetősen sok dologról kell beszélni ezen törvényjavaslat kapcsán, de én azzal az erős mondattal kezdeném az észrevételek sorát, hogy valószínűleg, ha nem is személy szerint önnek, legalábbis a kormányzó többségnek az esetek túlnyomó többségében az az alig titkolt célja, hogy sem a tőle balra, sem a tőle jobbra lévő ellenzék lehetőleg ne fogadja el ezeket a javaslatokat, hiszen a vegyes jellegbe, a salátába belegöngyölnek olyan különböző indítványokat, amelyek általában az ellenzéki pártok, ellenzéki képviselők számára nem elfogadhatók, amelyekkel többségében önök nagyon pontosan tisztában is vannak. Tehát nem a konszenzus a cél, hanem hogy lehetőleg ezt csak önök vagy az önök képviselői fogadják el. Szerintem ez egy rossz irány, ez kb. 13 éves bevett gyakorlat, jó lenne a politikai nagyvonalúság mezsdjén haladva erről az útról vagy ezen az úton visszafordulni. Amit a lakástakarék pénztáros lábjegyzetes javaslatot illeti, valóban lényegesen többet érdemelne ez a terület, hiszen különösen az elmúlt 2 év ingatlan árrobbanása kapcsán egyértelmű, hogy ha az állam nem nyúl a fiatalok hóna alá az otthonteremtés kapcsán, akkor azon rendkívül szűk kört leszámítva, akik valamilyen családi háttérrel vagy eredendően komoly vagyonnal, pénztömeggel rendelkeznek, a legtöbb fiatal számára elérhetetlen vágyálom lesz nem hogy családi ház tulajdonjogát megszerezni, hanem egy kisebb méretű lakást is megvenni. A mai nemzetgazdasági nettó átlagjövedelmeket tekintve azt látjuk, hogy ezekből a jövedelmekből soha az életben nem fog tudni senki egy lakásra valót kigazdálkodni, vagy még akkor sincs erre esélye, hogyha az átlag nettó jövedelemnél jóval magasabb a fizetése. Nem véletlen, hogy a fiatalok döntő többsége sajnos nem Magyarországon képzel el a jövőjét, és most már nem csak az északkeleti megyékre, vagy egyes dél-dunántúli térségekre igaz a kijelentés, hanem az ország fejlettebbnek gondolt térségeire is, és valószínűleg részben átgondolatlan volt a lakástakarék pénztárakból az állami támogatás teljes, drasztikus kivonása, hiszen ezek meglehetősen jó konstrukciót jelentettek, sikeres termékek voltak, főleg a mostani ingatlanpiaci helyzetet tekintve, és itt nem csak a kész lakások vagy házak vételáráról beszélek, hanem adott esetben építés vagy nagyobb felújítás költségeiről is beszélek, államtitkár úr, hiszen a lakástakarék pénztára között találunk olyanokat, amelyek még a tavalyi negyedévben is képesek voltak fix szerződésekhez kötötten 5%-nál jóval alacsonyabb kamatra, 5 éves futamidővel, kiszámítható fix törlesztő részlettel hitelt nyújtani, illetőleg 10% alatti kamatra szintén kiszámítható, törlesztő, soha nem emelkedő törlesztő részlettel további hitelt vagy plusz kölcsönt folyósítani, ami azért megsüvegelendő és megbecsülendő a mostani piacon, és ráadásul a visszajelzések alapján azt látja a Mi Hazánk Mozgalom, hogy ezek a termékek, ennek kiabáljuk, valóban megbízhatóan működnek, tehát a lakástakarék pénztáraktól fölvett hitelek általunk ismert része legalábbis törlesztő részletében nem emelkedett az elmúlt időszakban, tehát egyenlőre a fogyasztók nem futottak bele, és reméljük, hogy ez nem csak a mi tapasztalatunk, hanem egy jóval általános a tapasztalat, abban a szokásos zsákutcába, hogy valamilyen apróbetűs rendelkezés folytán, valamilyen akár a jegybanki alapkamat változása, akár egyéb tényezők miatt a törlesztő részlet váratlanul megugrik, még nagyon sok forint alapú hitelnél látjuk azt, hogy ami korábban a deviza alapú hiteleknél az árfolyam kockázat a sajnos érvényes és valósággá vált árfolyam kockázat miatt ugye elszálltak a törlesztő részletek, az a forint alapú hitelek egy részénél a jegybanki alapkamat emelkedése miatt egyfajta hasonló folyamat áll fenn, amíg a kamatstop intézkedések tartanak, talán valameddig ideig, óráig lehet ennek útját állni, vagy gátját képezni, de az idők végezetéig nyilván ez sem tartható fönn. Míg ezek a lakástakarékpénztárak által a visszanemtérítendő támogatásokhoz, a megtakarítások igénybevételhez kapcsolódó plusz hitelek, ezek valóban kiszámítható törlesztő részlettel rendelkeznek. Mielőtt én is áttennék az építményjog tárgyalására, mely valóban egy több veszélyt vagy több aknát is rejt, a gépjármű felelősség, a kötelező gépjármű felelősség biztosításhoz kapcsolódóan jegyeznék meg néhány fontos dolgot. Az egyik, hogy általános lakossági tapasztalat, államtitkár úr, hogy az ügyintézés sok esetben, főleg, hogyha külföldi károkozó merül fel, hogy külföldön történt a károsemény, és mondjuk csődben van az adott biztosító, akkor mindig meglehetősen lassú. Tehát itt még valahogy nem minden esetben sikerül élni, a modern világ adta vívmányokkal, az online ügyintézés, az elektronikus ügyintézés adta előnyökkel, de egyébként belföldi károkozó és károsult viszonylatban, tehát hogyha mondjuk mind a kettő magyar székhelyi vagy magyar állandó lakóhelyű, is hallani hosszú hónapokig húzódó ügyintézésekről és kárkifizetésekről is. Arról már nem is beszélve, hogy a kötelező gépjármű felelősségbiztosításhoz kapcsolódó ügyintézéseknél mondjuk nem csak a gépjárműben esett vagyoni kár, hanem mondjuk valamilyen sérelemdíj felmerül, mert például valamilyen egyéb vagyoni vagy nem vagyoni kárelem, mondjuk egy egészségkárosodás, vagy egy lelki vagy pszichikai egészségkárosodás merül fel. Például mondjuk egy várandós nőt ér olyan baleset, amely hál' Istennek nem jár fizikailag súlyos következményekkel, de mondjuk hosszabb időre kórházi megfigyelés alá kerül. Ez csak egy egyszerű példa a sok közül. Akkor ennek az ügyintézése rendkívül mód elhúzódik, és adott esetben elég mérhetetlen piaci kofaszerű alkudozások tárgyát képezi. Talán érdemes lenne az amúgy rendkívül tőkerős biztosítókat azért itt kulturáltabb magatartásra rászorítani, mint hogy egyébként érdemes lenne áttekinteni akár a szakmai felelősségbiztosítások körét is, különösen mondjuk olyan tevékenységhez, könyvelői tevékenységekre gondolok, vagy mondjuk tervezői felelősségbiztosításokra, vagy építőipari kivitelezésekhez kapcsolódó felelősségbiztosításokra, ahol mondjuk a biztosítók ne a kifogást, hanem a megoldást keressék, és ne abból álljon általában az ügyintézés, hogy megmagyarázzák, hogy ők miért nem tartoznak helytállási kötelezettség, és miért nem kell mondjuk fizetniük, mint ahogy talán ennél a gondolatkörnél, a KGFB körénél kellene végig gondolni a magyar biztosítási jognak egy szerintem régóta megoldatlan szakterületét, ez pedig a vadkárok esete, amikor ugye akár személygépjárművekben, tehergépjárművekben, szállítójárművekben a vadak, vadon élő állatok okoznak különböző, adott esetben rendkívül magas összegű károkat, és itt beindul egy magyaros egymásra mutogatás, mindenki felelős, mindenki hárítja a felelősségét, hogy csúnyát nem mondjak, itt a házfalai között gondnak, bajnak soha sincs gazdája e területen sem, és a vadásztársaság mutogat a gépjármű tulajdonosra, a gépjármű tulajdonos a vadásztársaságra, a biztosítótársaság, oda-vissza mindenki a másikra. Ugye a vadásztársaság menekül abban az esetben, hogyha kitáblázta az adott területet, azt mondták, hogy ők ezzel mindent megtettek, holott messze nem áll itt meg egyébként a munkavégzés vagy a kötelességek sora. Talán érdemes lenne azon elgondolkodni, hogy a kötelező biztosítási körbe egy plusz pótdíjas, kötelező kiegészítő biztosításba bevonnánk ezt a kört, ugyanis jelen pillanatban ismereteim szerint a kaszkó biztosítások nyújthatnak talán erre fedezetet, amelyekre azonban a magyar gépjármű tulajdonosok meglehetősen szűk körének van csak anyagi lehetősége, és vannak olyan biztosítók, amelyek még nem a kötelezőben nem teszik be, még a kaszkók esetén is igen magas külön díjakkal kiegészítő biztosításként kezelik az ilyen jellegű káreseményeket, úgyhogy érdemes lenne talán a kötelező gépjármű felelősségbiztosítások körébe, megint mondom, külön megfizethető tarifa ellenében egyébként beilleszteni a vadkárok esetét, mert ez egy nagyon gyakran napi szinten előforduló káresemény, amelynek a jogi szabályozása a mai napig nem megnyugtató. És végül, de nem utolsó sorban itt van az építményi jog kérdésköre. Felmerülhet akár olyan kérdés is, hogy miért feltétlenül csak egy hosszabb, határozott időtartamra lehet ezt alapítani, ugyan mi zárja ki államtitkárról egy határozatlan időtartamra történő építményjogalapítást. Vagy mi a helyzet az olyan sajátos esetekben, amelyek talán magántulajdonú ingatlanoknál kétségtelenül gyakoribbak, de jogi személyek tulajdonában álló ingatlanok esetében sem kizártak, amikor mondjuk nem történt meg adott esetben telekegyesítése vagy anélkül az épület feltüntetés az ingatlan nyilvántartásban. Tehát az ingatlan nyilvántartási térképen nem szerepel épület, vagy szerepel, de a tulajdoni lapon beépítetlen terület megnevezés szerepel, nincsen feltüntetve. Mind a két vérzső elképzelhető, tehát van, amikor beépítetlen terület a tulajdonlapon, és egyébként a térképen sincs semmi, vagy beépítetlen terület a tulajdonlapon, de a térképen azért az épületnek a vonalai, körvonalai föl vannak tüntetve. Azonban beépítetlen terület megnevezés szerepel, de adott esetben olyan mértékű, méretű épület szerepel az ingatlan nyilvántartási térképen, ha legalább a térképen fel van tüntetve, hogy esetleg a további beépíthetőségnek a helyi építési szabályzat szerint már akadályai vannak. És az a helyzet, tisztelt államtitkár úr, hogyha megnézik, ezt pont a tegnapi vitában mondtam el, hogy a készülő építési törvénynél nagyon alaposan meg kellene nézni, úgy a magántulajdonú, mind a jogi személyek tulajdonában álló ingatlanok esetében, a mondjuk már 10 évnél hosszabb ideje meglévő épületek feltüntetését, használatba vételi és vagy fennmaradási engedélyezésének eljárásmenetét a végletekig, mindig ezt szoktam mondani, a végletekig le kellene egyszerűsíteni, ugyanis kapaszkodjon meg mindenki, egy ilyen ügyintézés 12 és 24 hónap között időtartamot vehet igénybe, mert teljesen értelmetlenül rengeteg hatóságot kell megkeresni, amelyek jó része teljesen kihagyható lenne. Ők maguk is boldogok lennének, hogyha nem kellene közreműködniük. És mondjuk egy építményjog alapítása esetén meglehetősen kacifántos, hiszen tényleg egészen elképesztő, és főleg a 10 évnél hosszabb ideje fennálló épületekről beszélek, nem olyan ritka ez az esetkör egyébként, hogy napnál világosabb, hogy ott végülis egy építési engedéllyel létesített, szabályszerűen ott lévő épület van, de hogy ez hivatalosan a beépítetlen terület megnevezésből mondjuk lakóház, gazdaságépület, bármilyen megnevezésre változzon, ahhoz elképesztő ügymeneten kell, tehát a teve a tűfokán hamarabb átmegy, mint ahogy ez egy ilyen ügyintézés át tud menni, főleg, hogyha egy jogi személyek is kapcsolódnak ehhez, és azért ez alapvetően érinti akár az építmények bejegyzésének tárgykörét, akár egyébként a nyújtható hitel, a kapcsolódó hitelfedezet mértékét. Nagyon bonyolult élethelyzetek tudnak pillanatokon belül előállni. És valóban, államtitkár úr, hogyha ezt az önök politikai és gazdasági vezetése mondjuk két fő csapásirány biztosítása miatt találtak ki, vagy ötlöttek, hogy most kell visszavezetni ezt a régi jogintézményt a magyar jogba, hogy napelemparkokat és akkumulátorgyárakat, vagy egyéb üzemeket hozzanak létre, és ha már az állam nem tud mindenhez visszanemtérítendő és vagy visszatérítendő támogatásokat nyújtani, és esetleg a hitelnyújtással, a hitelfinanszírozással is problémák lennének, akkor így könnyítsék meg az amúgy tőkeerős cég, az amúgy is tőkeerős, nagy gazdasági erőfölényben lévő cégeknek a helyzetét, akkor ez meglehetősen szomorú, hiszen megint nem azt látjuk, hogy szétterítik a lehetőségeket, és az élni és élni hagyni elvét érvényesítenék, akár egyébként a vállalkozások területén is, és a kisebbeket, vagy kis-közepes vállalkozásokat erősítenék, hanem megint azt látjuk, hogy egy szűk kör tobzódik a lehetőségekben, válogathat a jobbnál jobb lehetőségekben, a többi meg vagy túléli, vagy nem, vagy megoldja valahogy, vagy nem. Általában vagy nem érvényesül a mostani gazdasági környezetben. Az pedig, hogy az akkumulátorgyárak erőltetése egy gazdasági evolúciós zsákutca, az a Mi Hazánk Mozgalom számára egy percig sem kérdés. Az, hogy 2035-től az új gépjárműek már csak és kizárólag elektromos meghajtások lehetnek, éneket lehet mondani, de bármilyen magas összegben lefogadom, hogy ez a 2035-ös határidő még többször módosításra kerül, és én talán már a 100. születésnapomra fogok készülni 2078-ban, még akkor sem lesz, ha szerencsém van, vagy szerencsém lesz, és még akkor sem lesz ez kötelező érvényű, mert ez még a nyugat-európai realitásoktól is messze áll, a kelet-európaiaktól, a magyar realitásoktól pedig aztán végképp fényévnyi távolságra van. Túl azon, hogy érdemes lenne azon is egyszer nyugodtan, olyan 120/80-as vérnyomással, meg 72-es pulzussal elvitatkoznunk, hogy egyébként egy elektromos, kizárólag elektromos meghajtású gépjármű, vagy egy hagyományos mondjuk benzinüzemű gépjármű közül a teljes életciklus tekintve melyik terheli jobban a környezetet? A mi véleményünk szerint az elektromos meghajtású, és melyiknek nagyobb az újrahasznosíthatósági mérték, egyértelmű, hogy a hagyományosnak, mondjuk 90%, egy elektromosnak meg csak 45-50%, és hogyha megnézzük, hogy egy elektromos gépjárműhöz milyen alkatrészek, milyen hozzávalóanyagok kellenek, és azoknak az előállítása mennyire terhel a környezetet, akkor kiderül, hogy a nagy környezetvédelmi szempontok rögtön megbuktak. Az pedig egyébként, hogy a másik fő csapás irány a napelemparkok építése területén azokat segítik, akiknek a legkevésbé lenne erre szükségük, azokkal pedig nem foglalkoznak, a háztartási méretű napeleművekkel, amely családoknak a megemelkedett gáz és villamos energiárak miatt égető szüksége lenne, hogy önerőből vagy hitelből megvalósítsák az energia függetlenséget és biztonságot jelentő naperőműveket, arra pedig már végképp nehéz szavakat találni. Köszönöm szépen!